Az év utolsó ülésére gyűltek össze csütörtök délelőtt a megyei önkormányzat képviselői a megyeháza Alpár Ignác termében. A közgyűlés második napirendi pontja zárt ajtók mögött zajlott, melyben a tagok összesen 32 alkalommal szavaztak azokról a fejlesztésekről, amelyeket a következő egy-másfél évben valósítanak meg a TOP Plusz keretében. Talán a legfontosabb döntéseket hozta meg most a megyei önkormányzat, ami a települési önkormányzatokat közvetlenül érinti, a megye lakóit is nagy számban érintett, több 10 milliárd forintos fejlesztési döntéseket hozott az önkormányzat a TOP Plusz pályázati program keretében. Ugye ez már a TOP Pluszról szól, a jövőről szól, a következő években megvalósítandó fejlesztésekről. Volt már egy fejlesztési etap tavasszal, de most ez egy nagyobb fejlesztési csomag volt a második ütemben, ahol közösségi fejlesztésekről, óvoda, bölcsőde fejlesztésekről, energetikai fejlesztésekről, út, csapadékvíz fejlesztésekről döntött a megyei önkormányzat egyelőre zárt ülésen. Ezek a nyilvánosságra is kerülnek majd a irányítóhatóság ugyancsak megerősítő döntése után, és remélhetőleg a következő években ezeknek a közösségi fejlesztéseknek együtt örülhetünk. Az MSZP-s Veres János egyéni indítványt adott be azzal a céllal, hogy a megye áramhálózati kapacitásának bővítése érdekében a közgyűlés felterjesztéssel éljen az újonnan felállított energiaügyi minisztériumhoz. Miután a képviselők egyetértettek abban, hogy a probléma rendszeresen megakadályozza az ipari vállalkozások fejlesztéseit, valamint a zöld energia felhasználását, a közgyűlés egyhangulag fogadta el az ellenzéki képviselő indítványát. Remélhetőleg a következő években erre a problémára megoldást találnak, annál is inkább, mert a zöld energiák megjelenése is problémát okozott, tehát olyan feszültségek jelentkeztek a rendszerben, amelyet nem tudott kezelni a Magyarország energiarendszer, egyébként Németországban sem. Ott is feszültségeket okozza a zöld energia megjelenése, ami nagyon örvendetes egyébként, csak a hálózati kapacitások ezt a hirtelen megnövekedett betáplálást nem tudják kezelni, tehát erről szól az előterjesztés. A Felső Tisza vidékének 2022-es klímastratégiájáról szóló dokumentumot is elfogadta a megyei közgyűlés. Ebben többek között a klímaváltozás okozta veszélyek mérséklése szerepel több szomszédos ország bevonásával, a megyében pedig kiemelt figyelmet fordítanak a nyírségvíz pótlására. A megyei klímastratégiát évekkel ezelőtt el kellett fogadnunk. Onnan származott ez a pályázati lehetőség, illetve program, hogy a környező országokra is kiterjesszük ezt a tevékenységet, olyan fejlesztési programokat, pályázati programokat nyissunk meg, amelyek mint Szlovákia, mint Ukrajna, mint pedig Románia felé kiterjesztik ezt a klímastratégiát. Ezek az országok nem rendelkeznek ilyen fajta stratégiával, nem rendelkeztek. Most már a geoszenzes pályázatnak köszönhetően ők is látják, hogy milyen tevékenységeket kell, milyen beavatkozásokat kell tenniük annak érdekében, hogy a klímahelyzetet meg tudják őrizni, azt a természeti környezetet, amiben éltünk, át tudjuk örökíteni utódainknak. A közgyűlésen elhangzott, bár az Európai Bizottság a TOP Pluszban újabb helyi identitást erősítő rendezvények lebonyolítását nem támogatja, az önkormányzat keresi azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel az Itthon Együtt Közösen elnevezési programsorozathoz hasonló események folytatódhatnak. A megyei közgyűlés a jövő évi ülésterv szerint legközelebb februárban ülésezik újra.